A Szent István Művelődési Ház adott otthont Arató Antal új reprezentatív könyvalbuma bemutatójának. A Perei Zoltán 1913-1992 grafikái című kötet a méltatlanul elfeledett kiváló grafikus munkásságát elemzi. Arató Antal az album megalkotója elmondta, évek óta dolgozott azon, hogy a grafikus életének munkásságát egy albumba rendezze. Remélem hiánypótló összefoglaló a munkásságáról. Annál is inkább, mert ő saját életében sem nagyon ismerték el. Egyedül Subka Magdolna művészettörténész, aki szinte egész életét a méltatlanul mellőzött alkotók népszerűsítésére fordította. Így például az Abban-Novák pannókat is őneki köszönhetjük. A könyvet L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mutatta be, aki kiemelte, hogy a grafikus, aki 1950-ben a budapesti képzőművészeti főiskolán végezte tanulmányait, majd 1956-ban előbb Franciaországba, később pedig Angliába emigrált, 1964-es hazatérése után fametszeteivel új stílus teremtett hazánkban, de ennek ellenére nem ismerték el munkásságát. Egy rendkívül nehéz műfajról van szó, hiszen a 20. századnak nem a fametszetek az autentikus kifejezési formái, de mégiscsak azt kell mondjuk, hogy Perei Zoltán esetében, ahogyan a vele egy időben élt és alkotott Budai György esetében, az látszik, hogy egy nagyon ősi önkifejezési formát, egy olyan képzészeti technikát, amelyet sok-sok évszázadon keresztül használtak, képes volt újraértelmezni. B. Subka Magdolna, kiváló művészettörténész, aki Perei Zoltán munkásságát mélységében is elemezte, így fogalmazott róla. Ez a művész az ember és világa iránti legbensőbb rokonszenvét fában róttan, a pásztorfaragványok szűkszavú tömör formáiba rejti, s róla hírt hoz, amikor az egyszerű ember nagy sóvárgásait mítoszba öltözteti.